Mester, bocs, hogy az utóbbi pár rész ilyen intenzív térképe bámulásból áll, de pihentetnem kell az országot ekkora háborúk után. Milánó már kedvel minket, tehát nem defenzív, ami jó. Az oszmán törököknek van egy egész jó szultánjuk, mi mindig utálnak minket, és már Ferdinánd sem defenzíven áll hozzánk, ami remek. A következő uralkodójuk Ferdinánd Vencel eléggé pocsék mindenben, kívül az adminisztrációban, abban tűrhető. Ulászló pedig még szerencsére él. Károly egyszerűen rosszabb, mint Ulászló, rosszabb hadvezető lesz, mármint katonai szakértő hadvezetőnek nem tudom. Moldávia szépen lassan nő a kapcsolatunk. Nincs semmi más, amivel tudnám növelni, ugye? Nincs igazán. A lengyelek már nem rivalizálnak a csehekkel, hanem inkább helyettük az aranyhordával. Brandenburg pedig szövetkezik az osztrákokkal. Nem tudja az aranyhorda hogyan lett rivális ennek itt, de mindegy. Dánia rivalizál az osztrákokkal, gondolom azért, mert szemet vedettek a birodalom északi részére. És Dánia már nem rivalizál a csehekkel, gondolom pont ugyanezért. És az osztrákok elfoglalták Ratibort, ami eddig a cseheké volt. Ez azt jelenti, hogy nem vagyok határos a csehekkel, de jóval nagyobb az osztrák határom. Ez nem jó. Harcolnak Aachennel és Frankfurttal, miért? Aachen megtámadta Koblenz, az kié? Hessent. Akik szövetségesek az osztrákokkal? Nem, akkor nem tudom, hogy kerültek be a háborúba. Na mindegy, az osztrákok leverik az Aachent. Meg ki volt a másik? Frankfurt. Oké. Okay. Frankfurtot Hessen verik le, ahogy elnézem, valószínűleg nem Hessen verik le úgy, ahogy van, mert nem látom a térképen. Hessen és Pfalz. Bizánc beívott minket az oszmán törökök ellen. Shit. Belépünk persze, csak háború lesz problémás. 30 ezer osztrák, ő 30 ezer oszmán. Honnan van nekünk ennyi emberünk? Moszkva benn van mellettünk, Moszkva nem tud csapatokat küldeni rohadt életbe. 19 ezer gyalogosuk lenne. Hasonló méretű hadseregünk van, de ők, de azért az oszmán törökök túlerőben vannak. Tengeren pedig esélyünk sincs. Felviszünk maxra a hadsereg fönntartását. Felemeljem a hadiadót? Nem emelem fel a hadiadót. Na, ennyit erről a küldetésről. Thüringennek vidalott az öröklése. Nem baj. Védekezzünk megint a lengyelek ellen. Lehet, hogy leverik őket egy háborúban, szóval védekezünk a lengyelek ellen. Sajnos van 32 000 oszmán török arra, hogy ő készen arra, hogy csapást mérjen Bizáncra. Nekünk meg szét van a szórva a seregeink. De ugye elnézem, a Bizánc ilyen még megpróbálja, nem próbálja meg összegyűjteni őket valamiért. Fel a nyugati Balkánon van, a másik fel a keletén. Addig jó, amíg az ütköző államaink vesznek el, csak mellesleg. Tehát ezért tartom mellesleg Bizáncot és Szerbiát, hogy ott ütközzek meg, de azért nem örülök annak, hogy beveszik őket. Ugye elnézve az éjségemre cápázik, szóval bementünk Marosba a hegyekbe. Talán a moldáviaiakkal együtt meg tudjuk állítani a törököket. Milyen adi technikájuk? Olyan, mint a miénk. Oké. Okay. Hogyha feljönne a moldáviai sereg, annak nagyon örülnék. Mert azért egymagamban nem tudok megállítani 34 ezer embert, bármennyire is hegy és folyó. Hogyha... Ó, megint leverték kereskedelmi flottámot. Hogyha megmered ostromolni Munténiát, mielőtt átérítem egy hónap múlva, jönnek hunyadba, szóval valószínűleg már a Marosban megütközünk velük, hogyha nem megyünk el előbb Zemplénbe, aztán Szepesbe. Mondjuk ezek már felföldek és nem hegyek. Tehát hogyha megütközünk, akkor már a Marosban kéne. Nos. Támad, de csak az egyik sereggel. Kétszeres túlerővel talán még elbírok, háromszoros esélyem sincs. Lehet, hogy fel kell égetnem Erdélyt. Ez a 34 ezer török akkor jól lemorzsolódna. Ami azt illeti, Máramoros felégetjük. Munténi áttért kultúránkra, remek. Le azzal a rohadt autonómiával. Becsüljük a teljes sereget. 5 nap múlva itt van. Ami azt jelenti, tartatjuk, amíg tudjuk, igazából. Akarom tartani, amíg tudom, amíg pár hónap, vagy el akarok menekülni. Háromszoros túlerő, mit akarom én tartani? Menekülünk. De le Horvátországba, a büdös életbe. Az ellenség pedig morzsolódik. Mint a büdös élet.
Na úgy, hogy nem akarod te ostromolni már a marost a hegyekben télen. Belépett Tunézia, ennek nem örülök. A háború vezetője Bizánc. Hogyha átvenném a háború vezetését, beinfotnám az osztrákokat, de nem fog sor kerülni sajnos. Az osztrákok már nem imádnak minket eléggé az, hogy kereskedjenek a fegyverekkel. Küldjük a követünket. Ja, lejárt Bakóc politikája. Meg akarják Szepest és Trevizót. Sajnos. Oh shit. Ez itt felföld? Igen, felvidék, oké. Már itt felföld. Hogyha a szerbek belépnek a csatába, szerbek nem lépnek be a csatába. A rohadt emmi! Most ott kéne hagyni az osont, mert most megverhetnénk a fehér seregüket, amíg a másik a világ másik felében rohangászik. Na, leesetnek ide, ez talán lehet, hogy túl későn lesz. Hogyha védekezünk, akkor én nyerhetünk. Ez az, odaérünk. 10-én beérek az én seregemmel, oké, ott vagyok. És ezt a csatát megnyerhetjük, hogyha nem ér ide túl gyorsan Szilisztriából a másik sereg. Gyerünk, 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 leverni őket, leverni őket. Túl sok embert vesztünk mellesleg, de nyerünk. Oké, az osztrákok megint imádnak minket. Kedvelik a pofikánkat. És... több embert vesztettünk, de nyertünk. Sajnos mivel Bizánc vezeti a háborút, nem tudok diplomáciailag manőverezni arra, hogy kiüssük Tunéziát. Hogyha Nikápolynál meg tudom fogni a folyón keresztül az erdőben, akkor talán nyerhetünk. Hogyha Bizánc besegít. Sőt, hogyha Bizánc besegít, megtámadhatnám Nikápolyt és nyerhetnék, de nem tudom, hogy besegít az emmi, mert kiszámíthatatlan. Havasalföldi rázdás jó lenne, hogyha le tudnánk szorítani még mielőtt kitör, mert az osztrákok nincsenek olyan helyzetben, hogy segítséget küldjenek. Az összes seregük német alföldön van valamiért. Ahogy elnézem, megtámadják a bizánci ostromló erőt, ezt megyünk és felmentjük, mármint kisegítjük. Nyíltelepi csata kisebb létszámban, nem tudom, hogy ezt meg tudjuk nyerni. Seregünk nagyobb, mint a lengyel, mert levágták a lengyelt. Követeljen Manastir, tehát ezt nem tudom megtenni, mert 6-ban nem lehet követelni. Érjek el vallási egységet, esélytelen. Legyek pápa irányító, nem. Visszavonjuk a küldetést, és várunk egy év múlva. Ja, ezt csak elvesztettük. Viszont ahogy elnézem, itt még nyerhetünk, hogy a Bizánc időben ideér. Egy nappal a tunéziaiak után érnek ide, szóval, hogy nyerhetünk. Erdő is, folyó is. Bizánc megfordult. Imádom az emmit, mondtam már? Mondjuk a törökök se jönnek, de Bizánc a rohadt életbe, itt vagyok, segíts! Bizánc. Fucking Bizánc! Haza! Mondom már, mennyire imádom, hogy semmiféle tanácsot nem tudok adni az emminek. Csehország rivalizál a pomeránokkal, és nem az osztrákokkal, ez nem jó, mert az osztrákok lehet, hogy felénk fognak fordulni a csehek helyett. Már nagyon utálnak minket valamiért. Mert szövetkezünk a riválisukkal, Milánóval, Észak-Itáliában. Ennek van logikája mondjuk legalább. Lehet, hogy ki kell ugranom majd az oszmán-török háborúban, amit nagyon nem akarok csinálni, de lehetséges, hogy muszáj lesz. Azért nem akarom, hogy az én területen fenyegesse. És lám-lám, hát nem egyesült az oszmán-törökség és indult el a bizánciak felé? A rohadt életbe az emmivel. Le tudok érni vajon? Nem, mert jön még egy seg, ami elvágja az utamat, és azzal meg már úgyis túlerőben van. Kis szerencsével talán le tudok érni, de akkor is vesztenek. Meg tudom növelni az oszmán törökök veszteségeit lényegében, hogyha odaérek időben. Fuck. Eurának és randomra hirtelen elkezdtünk instabilak lenni. Milano annektált a Friulit. Esélytelen, oké. Amíg ezek vívják a csatájukat, felperzseljük Bulgáriát és Szerbiát. Nem akarok törököket látni a környékemen. Sziasztok! Vidint vajon fel kell perzselnem? Az ellenség Szofiába vonul, szóval felégetjük Vidint. És visszavonulunk Olténiába. Lehet, hogy azt is szintén fel kell égetnünk. Engem követ, szóval felégetjük Olténiát. Utalért a rohadt életben. Nem tudom, hogy ez hogy csinálta, de utalért.
És sajnálatos módon pont pont akkor volt hóvég, amikor csodáztunk, és akkor nem morzsolódnak. Tudom, logika, de ez van. Visszavonulunk Pestre. Viszont jön a tél, és ott van egy, egy felégedett tartományban. Azt hiszem felégettem. Ja. Velence át akar vonulni. Ki ellen akar átvonulni Velence? És miért vannak aténiak Trevizóban? Mindegy. Remélem, hogy a törökök ellen. Ahogy elnézem, ott marad a térre ostromolni Olténiát 32 000 emberrel, ahol morzsolódik, mint a fene. Aminek örülök. Főleg örülnék, hogyha beállna Romániában a tél. Oké, beállt a tél, remek. Nem szóltam. Valamiért ez nem számít nekik, ahogy elnézem, ignorálják a telet valahogyan. Roll against Winter, vagy nem tudom. Ausztria annektálta Badent. Ja, Badent, oké. Tehát visszaszerezték a jelenlétüket ott, ahol Burgundiával szemben vesztettek annó. Anglia megtámadta Bretagne-t valamiért. Finisterre-t akarják, ez halom idősége van ott. Ebből az, hogy Bretagne angol hűbéres lesz. Ki áll Bretagne mellett? A pápa és Savoy. Hát ja, Bretagne hűbéres lesz. Ahogy elnézem, a török nagyon akarja Olténiát, és ez nagyon nem lesz jó neki, mert fölégettem. És megint morzsolódik. Növekszik a hadsereg, de morzsolódik, gondolom azért. Sajnos ezt nem látom, hogy mennyi a morzsolódása. Nem mind a probléma az nélkül, hogy nem látok bele az ellenség belső ügyeibe, de azért egy nagyjából ötlet jó lenne. Ja, csak azt írja, hogy mennyivel fognak növekedni, nem az, hogy mennyivel morzsolódnak. 6%-kal elmétenek, de az a maximum. Na mindegy, morzsolódjanak. Az osztrákokkal javul a kapcsolat, szerencsére. Üstökös! Fucking paradox, üstökös! Örülnék, hogyha a középkorban élnénk, amikor ez még felvilágosodottak voltak az emberek, mert a teológus uralkodó észrevette. A tudós uralkodó észrevette, hogy ez nem a végidők jele. Növeljük a stabilitásunkat. Nem szorítjuk le a vasalföldi lázadást, ott vannak a törökök alatt a rohadt életbe. Lázadjanak azok a rohadt vasalföldiek. Harcra, románok, gyerünk! Itt az idő! Mutassátok meg annak a 35 000 töröknek. Két légy egy csapásra. Na, hó elolvadt, az ostrom még tart. Ulaszóval lemegyünk és megverjük azokat a tunéziaiakat. Ó, az oszmán törökök megfordultak. Konstantinából hogy bevették a trónkövetelők. És egy kisebb törökséget megtámadtak a bizánciak. Az Isten, itt miért vonjátok el őket Olténiából? És miért nem tudok javaslatokat tenni az emmének? Oké, verjük le a tunéziaiakat, és remélem, hogy Bizánc segíteni fog. Na azért, most igen. Na, ezt megnyertük, de ahogy elnézem, a törökségettől még erre jön. Szembe küldtek a bizánci trónkövetelőkkel, oké. Mennyire merültek ki a törökök? 0,79, jobban, mint én. Nem jobban, mint én. Tunézia jobban ki van merülve, mondjuk. Bosnyákok megint lázonganak, lehet, hogy majd át kell térítenem azt tényleg a területet kulturálisan. Megint legyen nagyobb adcsérünk, mint a lengyeleké. Vagy várjunk, a pápa mennyire bír minket? 0. Oké. Védekezzünk a lengyelek ellen. Ezt területet felégettem, ugye? Ja, oké, felégettem. Viszont 26-án odaérnek, és szerintem Szerbián átvonulnak ők is, szóval elkerüljük, és Horvátországon keresztül vonunk be Magyarországba, és onnan Erdélybe. Ja, Szerbia felé, mert miért támadták meg a bizánciak? Háromszoros túlerő vannak a törökök, hülyék ezek? Oké, felégetjük Szerbiát, amíg ott vannak másleg, de hülyék ezek? És Temesen keresztül átmegyünk Hunyadba. Ezért jó, hogyha van egy végvidékünk, van mit felégetni. Az ellenséges reg össze-vissza morzsódik, elveszítik a veronai jogot sajnos. Majd újra fabrikáljuk, nyugi. Temes már nem akarom leégetni, az már a tényleges magterületen része. Ezt leégettem? Nem, ezt még nem égettem. Tényleg Maros még nem égettem le. Oké, felégetjük Marost, aztán megyünk át Máramorosba.
Hogyha már azért van, a törökség eredményt elünkerget, pont ugyanaznap érnek oda, ide, ahogy én elmegyek, szóval reméljük, hogy nem tudnak megtámadni. Aztán tovább Zemplénbe. Ja? Követnek? Követnek. Ó, oh, ezt már leégett. Máromoros már fölégettem, oké. Okay. Pont meglépek előlük Zemplénbe, hogyha minden igaz. Aztán lesz a Volcs, Békés, Torontál és Leszerbiában, amit már fölégettünk. Ahogy elnézem, a török hadvezetésnek nem esik le, hogy mit csinálok, szóval visszamegyünk inkább Romániából, amit már fölégettünk. Szabolcsba jönnek, nem Zemplénbe. Milyen szabolcsi adóbevétel? 2. Oké, okay, nem mondjuk, hogy feledverzsíjük Szabolcsot is, mert erre jön a török. Igazából annyi mázdink van, hogy az Emmi nagyon hülye volt és Korfut jelölte ki célpontként, amit nem fog tudni megszállni nagyon sokáig. Tehát a Tikin Warscore mi kapjuk, meg lehet, hogy nem úgy tűnik, de a törökök szerintem jóval több embert vesznek, mint én. Tehát az emberi erőforrásuk gyakorlatilag zéró. Ezért nem 35 ezeres az a csever, hanem 30 ezeres, mert már nem tudják erősíteni. Tehát ez a lemorzsolódás jóval többbe kerül nekik, mint nekem. És megállt ostromon egy felpercselt tartományt. Nem állt meg. Francba. Na mindegy, csalogatjuk Olténia felé. A szerbek remélem megnyerik ezt a csodát, mondjuk, mert azért nem akarom, hogy megszállja Horvátországot. Temes felé égessük. Fölégetjük Temest, erre jönnek. De át fognak vonulni, még mielőtt vége lenne a hónapnak, szóval nem jó. Munténiát nem, megpróbálom nem felégetni, mert ez hatot adózik, és ez ugye sok. Hiába néz autonómiája, még így adózik baromi sokat. Olténiába éri el őket úgyis a hó vége, és akkor számít. Utolértek a francba, erre nem számítottam. 5 napig még tartaniuk kell magukat az embereimnek. Esélytelen. Főleg, hogy a Ulászló nullás dob. Király Maros. Az oszmán törökök pedig mennek Horvátországba. Francba. Szerencsére a felperzselt Szerbián át. Ó, megfordultak felém, oké. Menekülés közben nem tudok perzselni, ez másleg értető. Oké, egy Temesben lesznek egy Riga, ahol morzsódnak. Fel kellett volna égetni Temest. Szerbiából morzsódnak szerencsére. Biharon keresztül jönnek, lefordulunk Maros felé. Minél több felperzselt tartományanát kell őket hoznunk. Unyad felperzselt? Nem. De tél van, szóval morzsódnak így. Nem morzsódnak valamiért. Hiába van tél. Már azért Marosban mennek, az föl van perzselve. Ott érjük őket a hó vége, szóval ez számít. Már Maros szintén felperzselt Zemplén. Felperzsük Zemplén, most Pozsony felé próbáljuk őket csalni. Aztán onnan megyünk le Pestre, és onnan szokás szerint le Szerbiába. Most igazából azon múlik, hogy meg tudom én és Bizánc fönntartani a seregemet, mert Bizánc már nem igazán, mert elvesztették egy hülye csatában. Aközben, hogy az osztrákokat össze-vissza csalogatom. Ugye elnéz a bizánci sereg kimenekült megint Trevizóba valamire, onnan nem tud visszajönni. Ennek nagyon örülök, azért meg kell mondjam őszintén. 10 emberük ott van a semmi közepén és áll. Talán le tudom morzsolni annyira a török sereget, hogy ne legyen kedve harcolni. Shit. Egy nappal korábban odaért Békésbe, mint hogy én meglépnék. Somogy, messzebb van Pest. Pest pont jó, de Pestet nem morzsolom, nem égetem föl semmi pénzre, az a fővárosom. Mármint a fővárosom tartománya. Remek, ott érte a hó vége, szóval morzsolódik. Oké, Somogyba menj, én fordulok Szabolcs felé, Szerbi és Bosznia föllázott, verje el a lázdókat ő. Megpróbálok bemanőverezni a lázdók mögé, és arra rámegy megint egy rakás ember, mert azért ezek sokan vannak. Ne Szerbia, miért? Miért? Remek, ráment 3000 szerbünk a lázdásra. Oké, okay, szóval teszünk egy ilyen horvát kört, reméljük, hogy nem vonjunk magunkra ezt a 8000 embert itt. Békés fölperzselve, békés fölperzselve, ugye? Ja, fölperzselve, oké. Okay. Bihar? Bihar nincs. De ott még tél van, nem, nincs tél, francba. Tél van? Tél van, oké, okay, akkor jó. Egyre közelebb kerülnek hozzánk, ez veszélyes. Dubrovnik, Dalmácia. És onnan visszakerülünk Horvátországon keresztül. Mert nincs az a pénz, hogy Horvátországot felégessem, onnan jön az adóm. 11000 bizánci, nehogy neki menj a törököknek, te barom! Neki megy a törököknek, meg kell fordulnom. Itt vannak a moszkvaiak 18000 emberrel és a lázdók ellen vonulnak. Nem, a török sereg ellen vonulnak, oké. Okay. Hogyha már azért van Temesben, meg tudom menteni a bizánciakat. Sajnálatos módon nyílt terep, szóval...
és nincs folyó. Ez a csoda esélytelen, megyünk a moszkvaiak mellé. Velük talán még nyerhetünk. Bocsi Bizánc, de hogyha ennyire hülye vagy, akkor ennyire hülye vagy. Hogy megy a csata? Vesztésre állunk. A tüzérségünk hasonló méretű az oszmánokéhoz. Erre rámehet az oszmán tüzérség, hogyha nem menekül el időbe, és nem menekül el időbe. Lemorzsoljuk a teljes gyalogságát, mert így levágjuk. Nem ment rá a tüzérség időben, elkezdett menekülni. Francba. Na jó, de egy rakás oszmán török ráment arra, hogy itt a morzsolódott területen vonulgatott. És szerintem, hogyha most megtámad minket a fűereivel, meg tudjuk állítani. Moszkvával mehet. Oké, 1000 török elvágódott a főerőtől, lekaszaboljuk őket. Az oszmán törökök mennek Olténiába, ahol morzsolódnak. Nem morzsolódnak. Miért nem morzsolódnak? Mert elég kicsi a sereg ahhoz, hogy eltartsa őket a francba. Ez az egyetlen probléma a felégetéssel, hogyha alapból füves tartományait vannak, akkor el tudja tartani őket az ellenség. Mármint a seregüket. És Moszkva elszakadt tőlem természetesen. És felém jönnek a törökök természetesen. És Moszkva nem fordul meg természetesen. Fuck. Irány Zágráb. Az osztrákok rivalizálnak Moszkvával, akik egy Lengyelországgal és egy Litvániával odébb vannak. Ez érdekes. Nem tudom, hogy miért rivalizálnak, de rivalizálnak. Örülnék, hogy az osztrákok legalább jönnének és segítenének a lázadókkal, mert azért rájöhetnének, hogy fontos, hogy én ne bukjak el az oszmán törökökkel szemben. Lehet, hogy el kell engednünk majd Boszniát. Hogy nem tudom rávenni a törököket, hogy belefussanak a lázadókba. Oké, időben odaér egy békés, de békés lehet, hogy fel kell perzselnem. Békés már felperzseltem. Temes úgyis eltárgy őket, hogyha felperzselem. Lemegyünk a Balkánra ahhoz a moszkvai sereghez és harcolunk velük, amikor jönnek a törökök. A törökök bevették Korfut? Nem. Ja, csak nem kapunk Tiki Vorskort, mert lázadók vették be, szóval egyikünknél sincs. Francba. Oké, Koszovó felé jönnek a moszkvaiak. Az első nem fog minket megtámadni, hogyha egyben van a seregünk. Megvárjuk, hogy megtámadjon minket úgy, hogy egyedül vagyunk, és utána megvárjuk a moszkvai segítséget. Ki kell tartanunk pár napig előreláthatólag. Kb. Úgy két napot satszolok. Irányt váltott az emmi. Hát ez nem igaz! És megint irányt váltott, pedig így tovább tart, mert hülye. Elromlott a GPS. Oké, időben ide érnek, ahogy elnézem. 23-ára itt vannak, és... Verjük meg az oszmán törököket nyílt csatában. Nagyot dobtunk. A moszkvai tábornok remek, jobb, mint az oszmán. És nyertünk. Tüzérséget ledaráltuk. És több embert is vesztettek, mint mi. 4000-rel több lovast. Ez remek. És a moszkvai erő megy tovább leverni Szofiában a törököket. Mert senki mondom, hogy ez a sereg nem egyből mászkálna, mert ezt a területet fölperzseltem, hogyha emlékeztek. Tehát mi is morzsolódunk, mint a fene. Na, még jobban örülnék, hogy segítenének a lázadó ügyeimmel. Fejlesztjük a diplomáciai technológiánkat, nem árt. És... Oké, nagy szar vagyunk, ki kell rúgnunk Bakócot. Hamarosan úgyis meghalna szegényke, mert már 42 éves, oké, mégse. Veszünk föl kölcsönt, és zsoldosokkal kell levernünk ezeket a rohadt lázadókat. Felemeljük a hadiadót. Veszünk föl kölcsönt, nem is keveset. És ebből zsoldos reget emelünk. Még így sincs pénzem elég zsoldosra valószínűleg. Ja, ennyi zsoldosra van pénzem. Ez eléggé siralmas mennyiség, remélem közben valamennyire helyre jön a sereg. És lejjebb viszik a kimerültséget, amíg lesz elég diplomáciai pontunk. És megint egybeáll a másik a sereg, annak ellenére, hogy morzsódik le. Zseniális. Jó, mondjuk az oszmán törökem is hülye volt el a morzsódásról, szóval gondolom demokratikus, hogy az enyém is az. Na. Ja, követeljük Malastirt, mert miért ne? Mert csak hol van a... Ja, Albániát éríti a misszionáriusom. Oké. Hamarosan katolikus lesz. Azok a rohadt lázadók. Mert nem tudom, hogy honnan szednek össze ennyi embert. De azért 13000 lázadó nem rossz, főleg, hogy 10 évente teljesítik ezt a kvótát. Ahogy elnézem, segítenek a szövetségesek a szerbiai lázadókkal, szóval már csak a boszniaiakkal kell harcolnom. A boszniai bosnyákokkal, igen.
Mert vannak Szerbiában is bosnyákok, ezt nem tudom, hogy hogy csinálták. Oké, befutunk ebbe a csodába, besegítünk. Pár embert vesztünk, de segítünk. Jobban menjen. És talán együtt leverik a bosnyákokat, ha minden igaz. Jönnek az osztrákok is egy remek tábornokkal. Ja igen, mert ezt feledzem, a Lucky Nations okozza, de a nagyobb országok, például Franciaország és Ausztria brutális tábornokat tudnak hozni. Tehát 5-5-ös, úgyhogy annyi a tradíciójuk, mint nekem. Az enyém meg 1-2-es. Nem minden, hogy sokkal több a tradíciójuk mondjuk. Nem harcolta sokkal több csatában, mint én. Valamiért ők is Szerbiába jöttek. Oké, jönnek segíteni Boszniában 10 nap késés. Boszniába 10 nap késéssel. Remek. Jó, hogy a dalmátokat vissza tudnám vonni a frontról, de nem tudom, mert így működik a játék. Diplomáciai pontokat akarok, és jobb kereskedelmet 10 évig, vagy rohadt sok pénzt. Rohadt sok pénzt, mert kénytelen voltam eladósítani az országot. Ja, igen, és leviszik az inflációt. Na. 5000 ember védi a tartományt, itt van a teljes hadsereg, leverjük őket fél perc alatt. 22000 ember meg tud rohamozni 500-at. Jó. És megszálljuk Nikápolyt. Elkezdjük kikezdeni az oszmánokat. Bizánc kimerült, én kimerültem, de az oszmánok nem, valahogy. Pedig ők morzsultak le, mint a fene ott Erdélyben. Meglevertünk egy mennyi 30000-es hadsereget az imént, ha jól emlékszem. Mindegy, valamiért nem morzsultak le. Akarok még egy adminisztratív videát? Nem ártana még egy misszionárius, gyorsabban tudnék téríteni. És abból kapnám plusz emberi erőforrás, ami jól jönne, szóval, ja. Toljuk. És 16000 oszmán török ostromolja a Szkiót. Oké, ostromolják. Én el vagyok itt Nikápolyban, köszönöm szépen. Ne is hozzátok a sereget, hogy leverjétek még mielőtt nagyobb lenne a haderőm. A rakás pénzből vissza tudnám fizetni rögtön a kölcsönöket, de inkább várunk. Ha a végnapig várok, az úgyse változtat semmin. Ja igen, másleg a flotta ugye blokád alatt tart minket úgy, ahogy van, de nem igazán számít. Moszkva megszállja Tunéziát. Oké. Ilyet sem láttam még. Van 23000 moszkvai, aki éppen megy megszállni a Nyugat-Balkánt. Már 23000 moszkvai, moldáv és szerb. Moszkva adja a magot, de azért ott vannak kőbéresek eléggé rendesen. Szkió mindjárt esik, szóval az oszmán törökségre meg fog mozdulni. Edirnébe szerintem meg tudjuk őket állítani közösen. Én is Bizánc, hogyha Moszkva nem is ér ide. Rohamoznak! Oké. Okay. Ezzel veszít ember, de gyorsabban véget ér az ostrom sajnos. Remélem, hogy Nikából be tudom venni, mielőtt ide ér, de ezek szerint nem. Elvesztettük a Friuli jogot, ez van. Milánóval nem tudunk harcolni, jaj. És jön Edirne felé? Jön Edirne felé, oké. Okay. Várunk Nikápolyba, amíg tudunk. Hát a csoda történik, és bevesszük egy faláttöréssel és egy nagy dobással. De erősen kétlem. Amint meglátom az ellenséget, Konstantinápolyba indulunk. Nem tudom, hogy miért nem látom ezt a tartományt itt, mert ugye szomszédos Konstantinápolyal, de mindegy. Arra jön egyáltalán török? Ahogy elnézem, arra jön. Oké, itt a lovassága. Megállítjuk. Belefutunk a lovasságba frontálisan. Oké, Bizánc támad. Támadjunk mi is. Bizánc megállt, ez rossz előjel. Ja, itt a török sereg. Kitoljuk ezt a defenzív ideát, ez növeli a védekező készségünket, szóval többet kell ostromolni az ellenségnek a felperzselt tartományokba, és kapjuk belőle a kereszténység védőpajzsát. Moszkva, ott lesz a csata, nem tudom, feltűnt-e. Remélem, hogy az ellenségnek is át kell menni egy folyón, oké. Okay. És megnyertük a csatát. A törökség nem arra készült, hogy háromszoros túlerővel szemben harcoljon. Második Rurikovics szemen vezeti a sereget. Jó tábornok, sokban jó. Tűzerőben nem annyira. Bizánc nem segít a lengyelek ellen, Ausztria igen, Ausztria megveri a lengyeleket, remélem. Főleg, hogy benne vannak az olaszok is háborúban. Velünk szemben áll Riga, Dánia. A Dán Unió veszélyesebb. Már nincs a Dán, Svéd, Norvég, Pak. De szerintem elbírunk velük. A törökök meglesek fontosabbak. Miért is harcolnak? Már a marosér. Amit fölperzseltem? Oké. Okay. Ostromoljátok csak nyugodtan. Pozsony nem égett... Szepes nem égettem föld, azt nem is akarom. Túl nagy az óbevételem onnan. Mára most ostromoljátok nyugodtan, főleg télen, akkor úgy hallom, hogy nagyon szép volt az idő. Blokád alatt vagyunk. Veszítsünk pár adminisztratív pontot arról, hogy egy kicsit elnyítsuk a blokádot.
A következő ideomásság a fegedesereg, ami nagyon nem ártana a hadseregemnek. Na. A lengyelek úgy tűnik mégsem akarják teljesülően már a morosra molni. Morzsódik a seregük, mint a fene. Mennyi az emberi erőforrásuk vajon? Nem tudom. Hol tudom megnézni? Ledger. Lengyelország. 5000 ember az erőforrásuk. Az nem túl sok tartalék egy háborúra. Leviszik a kimerültséget. Ezt az oszmán-török háborút mesélem már megnyertük. Efelől nincs kétség. Oké, van 18 osztrák, megyünk segíteni nekik. Fontosabb nekem az a háború, mint Bizánc. Bocsi, de oldjátok meg ti. Ti segítetek nekem a lengyelek ellen. Az osztrák sereg azt a mekkora haderő van itt. Ide jött a német lovagrend. A francba elfelejtem, hogy a német lovagrendnek nyugati a csoportja. Nyugatról meg jön Dánia. És valamiért a mantovaiak, meg a ferraiak, meg a milánóiak Dánia felé mennek harcolni. Oké. Az osztrákok német alföldi flottájával harcolnak a svédek. Svéd gályák, osztrák gályák ellen. Oké. Nem tudom, miért van az osztrákoknak ott gályája, akár egy is, de mindegy. A litvánok megpróbálnak minket elvágni Temesnél. Oké. Pesten csata. Ez nem jó, ez síkterep és nincs folyó, mert Duna nem számít. Nem örülök. Utolérdem minket a litvánok Szerbiában. Erdőben folyón keresztül talán el tudjuk őket verni. Remek tábornokuk van, de Ulászló sokban megveri. Oké, nyertünk. A litván sereg egy jó részét ezzel intéztük, viszont az osztrákok vesztésre állnak nagyon. Morális szempontból nem annyira. A német lovagrend, Riga is a német lovagrend tartja magát, ahogy elnézem. Nem, csak Riga. Francba, gyerünk osztrákok. Ez az, nyertek. Rakás emberünkbe belekerült, de nyertek. És mi is nyerünk a litvánok ellen. Hogy nem nyertünk? Még volt egy rakás morálunk. Mindegy. De veszteségeket okoztunk a litvánoknak, ez jó. Nem is keveset. Már amaros pedig akkor is reggel ostromolni most öngyilkosság. Túl nagy a lemorzsolódás. Amíg 14 a limit, de így is morzsolódnak, mint a fene, és ezt nem engedhetik meg maguknak. Nincs erőforrásuk arra, hogy pótolják a veszteségeket. A litván hadsereg mekkora? Litvánia. Nekik van 33 000 emberi erőforrásuk, szóval ők tudnak erősíteni. Sajnos. Szerencsére Szerbiát is felperzseltem, szóval ott is. Nem, ott nem morzsolódnak, mert túl kevesen vannak hozzá. Hát nem örülök. Na de! Igyekeztem nem elválni egy cliffhangerrel, viszont mára kell be ennyi ferdele, úgyhogy ó, megtámadtak a litvánok, ezt még várjuk ki. Kétszeres tuberő és csak -1 kapnak, ez nem jó, ezt el fogjuk veszíteni. Ezt nagyon el fogjuk veszíteni. Oké, veszteségeket sem tudunk hozni, kivonulunk a cseh erdőbe. Na de, mára kell be ennyi ferdele, ugye ez volt egy mára a barna. Ez volt már az Európai Universalis 4 El Hungarico, valamiért mindig Medieval Total War-t akarok mondani, és Anglia annektálta a Bretagne-t a francba. És találkozunk a legközelebb. Addig is, a viszont levásra!